lesz az este, veled a téren. Tudod, majd sétálunk, mi kéz a kézben. Te vagy a semmi, te vagy a minden. És majd ha véged, csak mondjad, hogy holnap tali. Szevasztok, ismét itt, nem a tanári konyhát ismét nem tudjuk elhagyni. Folyamatosan szem és fültörői vagyunk döme kellemetlennél, kellemetlen ötleteinek. Írjátok meg kommentben ti, hogy szerintetek melyik volt eddig a legkellemetlenebb szerenád próba. A helyes válasz küldők között kisorsolunk egy... Bocs, semmit, azt majd végén a kvízkedésben. Egy picit bevadult X-Dring cilinderes rockstarra avonzsál. Ha az én tanárom egy ilyen táncot mutatott volna be a szalagavatunk után, akkor csak halkan odalopoztam volna és a fülébe sugtam volna, hogy ülj le, egyes. Az előző nem tetszett? Most megnézünk valami kicsit meredekebbet. Csekkolnád te is és gyakorolnád a tanácsainkat, akkor már rég zsírkirályul beszélnél. Zsírkirályul. Persze, hogyha egy tanácsot elfogadtok az érettségével kapcsolatosan, és az én tanácsaim érettszerűek, hasznosak és nem öregektől való. Akkor ne pörögjetek rajta annyit, persze le kell ülni seggelni előtte, de 4-5 évig azzal szivatnak a tanárok, hogy jaj, majd mi lesz akkor majd ott? Ha ezt most itt ebben a pillanatban nem tudod, akkor úgy meg fogsz bukni az érettségén, hogy évet ismételsz. De ha valakit hajnalban zaklatol, hívogatol, akkor nem biztos, hogy felveszi. Ha fel is veszi, akkor lehetséges, hogy még nem tud beszélni, mert nem működik az agya. Az éjjeli tanulás pedig nem javaslom, volt egy olyan sparom, aki mindig a vizsga előtti éjjel tanult meg mindent, bevágott mindent így, majd a vizsga után még azt sem tudta, melyik tárgyból volt bent. Sokkal többet ér, ha beadod a szonyát, és nem egész éjjel után betorpansz. Mikor volt Magyarországon szabadságharc? A, C, B, C, de fiam, ez egy kifejtős kérdés. Hát akkor pedig integráljuk, aztán nézegyeket vonunk előle. De még a tantárgy se stimmel. Thanking in advance for your letter. Greetings, Oliver. Ez igen, ez a gyerek egy polihisztor. Igen, a Petőfi érte. Ötös. Felébresztettelek? Hát, ilyen hajnali 4 körül már leszoktad. Isten, már annyi az idő. Francba. Nekem nem volt. Nem én hívtak, hanem te engem. Na, az van, hogy nézegettem a nyelvvizsgateszteket, tudod, amik esetleg szóba jöhetnek. Na, figyelj, nem lehetne ezt most így röviden? Az van, hogy tudnál segíteni, hogy ezekre mi a válasz? Tényleg nem érted rá holnap? Nem, nem ér rá holnap. Tiszta ideg vagyok, hogy sikerüljön. Aludni se tudok, szóval válaszoljál most. Lehetne kicsit gyorsabban? Én is álmos vagyok. Jaj, megvan, beugrott, figyelj, megvan, ja igen, hetes, ugye? A, B, A, C, A, B, A, C, B, B, A, B, C, A. Oké, köszi. Mi? Lelépnek? Hát igen, ezért kell megnézni pénteken a nagy epizódot és a kirakós utolsó darabjára is fényderül. Azt értem, hogy Don kirakná őket, de milyen jogon? Kérdezem én, milyen jogon? Jó, mondjuk a paterjája a Pecó, de kérdezem én, mit tettek ezek az ártatlan gyerekek? Amúgy megfigyeltétek, hihetetlen ez a csábú, mindig izzad a homloka. Don, merre jártál? Fürödtem. Edzettem. Csak elbédeltem. Oké, nekem is szokott étkezés közben izzadni a homlokom. Mi? Az, hogy milyen balhéból futom, mert hogy egyetek a nagy epizódban. Na de visszadalhoz, hogy flasheltetek annyit, hogy mit fogtok énekelni a szerenádon, hogy milyen dalt fogtok énekelni? Hallag már a jó dél. Jól van, ne hallja az egész falu. Azt csókolom. A videó tanulság, hogy végre megtudjuk, melyik dal fog elhangozni a szerenádon. Hűj, Zalán Kristóf! Figyeljetek ide, megvan a dal, bizonyám, és ez nem csak az bizonyítja, hogy mennyire okos vagyok, hanem azt is, hogy mennyire zseniális az ízlésem. Tom, kérlek. Mi van? Biztos, hogy ez valami félreértés volt. Nem, ez nem félreértés volt, Csabika, az ennyi volt. De tudom, hogy van rá valami magyarázat. Nem, nincs rá magyarázat, a magyarázat az, amit mondtam. De Don, hallgass meg, beszéljük meg! Figyelj, Csabika, én nem akarok veled semmiről se beszélni. De kérlek. De figyelj, ezt bebuktátok, igazából ő a haverod, szóval ennyi volt, vagy nem a haverod? De. Na látod, akkor tiplizzél le, mert éppen az osztályodat próbálom megmenteni. Micsoda, de hogy?
Hogyan? Te ne azzal foglalkozzál, te azzal foglalkozzál, hogy hogyan léptek le minél hamarabb. Na, figyeljetek ide, srácok. Szóval, szerenáddal. Nem tudtuk meg, milyen dalt fognak énekelni a szerenádon. Tessék találgatni kommentekben, és írjátok meg, hogy ti milyen dalt dolgoznátok fel. Ennyik voltunk mára, de ne felejtjétek el, lesz kvízkérdésünk, ami nem más, mint hogy hány órakor ébreszti fel Lilla Somát. A helyes válaszokat küldjétek el a holnaptali kukac.whatevergroup.hu e-mail címre. Holnap nagy epizód, amiből kajakra minden kiderül most már. De kajakra, sziasztok! Szerintem ez akkor is gáz. Ja, tudom, mert neked csak a most múlik pontosan volt az egyetlen ötleted. Igen, lehet, hogy ez az egyetlen ötlet, de ez a legjobb ötlet. És most mi a bajotok a múlnak a gyermekévekkel? Hát tudod, az a baja, hogy ezt Don találta ki, és Lila nincs olyan jóba vele. Mir, hagyjál már! Nem érdekel Don, és nem akarok tőle semmit. Nekem ott van Csabi. Ti még együtt vagytok? Persze! Nem. Csabi, ne hülyéskedj már. Nem hülyéskedek, Lila, nem vagyunk együtt. Ezt az miért mondod? Mert múlnak a gyermekévek azért. Holnap, Tali.